Možno si už niektorí obyvatelia všimli, že 15. apríla pred budovou mestskej polície pribudol kontajner na šatstvo od spoločnosti Ekocharita, s ktorou mesto už dvakrát organizovalo sezónny zber použitého textilu. Hadzovať by sa to malo v uzavretých vreciach, takých pevnejších. Vidíte, tu je taký mechanizmus, že keď tu niečo vložíme, ono sa to takto otočí a vlastne to prepadne dovnútra. No túto konštrukciu máme na to, aby ani náhodou niekoho nenapadlo do toho vliesť, pretože tu, ako tu máme napísané, zákaz vstupu dovnútra kontajnera. Platí to hlavne aj pre malé deti, keď by ich to napadlo nejaké hlúposti robiť, lebo je tu riziko úmrtia. Takže poprosím ani to neskúšať. Šatstvo, ktoré sem vhodíme, musí byť použiteľné. Čisté, nemalo by byť deravé. Je to vlastne na tie účely, že tieto šaty, keď sa vyberú, keď ten kontajner bude plný, tak vlastne budú slúžiť na charitatívne účely. Rozdeli sa to do rodín, ktoré sú v núdzi. Prvý zber bol veľmi úspešný a druhý dokonca ešte viac. Obyvateľom zrejme záleží na ľuďoch v núdzi a na životnom prostredí našej planéty. Ešte by som vás chcela veľmi pochváliť, všetkých občanov Moldavy, pretože už dvakrát sme organizovali sezónny zber textilu tohto použiteľného s touto spoločnosťou a vlastne v decembri bolo vyzbieraných až 3,7 tony šatstva a textilu. A teraz jarný zber, ktorý sme organizovali mesto Moldava s touto spoločnosťou, tak vlastne 3. marcový týždeň bol organizovaný a vyzbieralo sa dokonca 3,9 tony. Takže je to veľmi úspešné, chváli nás zástupca tejto firmy. A vlastne keď tento zber budeme sezónne organizovať každé 3 mesiace, vlastne 4-krát do roka, tak sme schopní vyzbierať skoro 12 tón oblečenia a šatstva a textilu, ktoré by vlastne inak skončilo v zmesových kontajneroch. Vlastne týmto šetríme aj životné prostredie, pomáhame rodinám v núdzi a vlastne dávame aj prácu ďalším mladým ľuďom, ktorí vlastne toto šatstvo zbierajú, potom ho triedia, takže ja by som chcela poprosiť ľudí, aby to využívali. Toto je jeden kus zatiaľ. Skúšame, čo to spraví v našom meste, ako to dopadne, či tento zber bude úspešný, či sa tu vandali na tom nebudú podpisovať, takže uvidíme. A tento kontajner, keď bude plný, tak máme vlastne od toho kľúčik, vyprázdni sa to, niekde sa to uloží a znova sa môže naplniť a potom vlastne bude to odvezené touto spoločnosťou. Do kontajnera je možné vložiť aj Lego stavebnice, angličáky, VHS kazety, DVDčka, CDčka. Všetky potrebné informácie sú presne uvedené na nádobe. V stredu 24. apríla sa premostenia nad potokom Čečanka dočkali všetci tí, ktorí využívajú komunikáciu medzi Mokráncami a okolitými obcami, vrátane Čečejoviec, Komároviec či Buzice. Mostné provizórium s dĺžkou 19 metrov a šírkou 3,5 metra bude k dispozícii až do výstavby nového mosta. Ja som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo zrealizovať toto dočasné mostné provizórium, ktoré v podstate bude slúžiť až do doby, kým sa nevystavia nový most a potom vlastne, ako sa otvorí nový most, nie že zrekonštruovaný, ale nový postavený most, tak bude odstranené toto mostné provizórium. Miestni obyvatelia využívajúci túto trasu čakali na prepojenie oboch strán potoka Čečanka niekoľko rokov. Tá situácia vznikla naozaj nie z nášho pričinenia, jednoducho potom, ako nastúpil dodávateľ, ktorý mal rekonštruovať most za prevádzky, sa ukázalo jednoducho, že treba tam toľko prác naviac, ktoré neumožňuje ani zákon o verejnom obstarávaní. Preto sa most bude musieť nanovo súťažiť, no a medzi tým sme museli v podstate vyškoliť našich ľudí, vypracovať projekt. Treba povedať, že naše režii sme to robili prvýkrát, odkedy máme kúpené toto mostné provizórium a jednoducho bolo treba vybaviť všetky potrebné povolenia, čiže preto to takto dlho trvalo. Ja sa za túto situáciu ospravedlňujem, ale jednoducho rýchlejšie sa to urobiť nedalo. Mostné provizórium nie je nový most, ale tunajším obyvateľom veľmi výrazne uľahčí cestovanie. Teraz v podstate bude môcť každý motorista jazdiť po tomto dočasnom premostení až do doby, kým nebude nový most. Čiže tým pádom my to považujeme za ako
tú najkritickejšiu situáciu vyriešenú. Verím, že nebudú žiadne problémy s týmto mostným provizóriom. Naši zamestnanci alebo kolegovia zo správy ciest KSK budú toto mostné provizórium monitorovať priebežne a budeme sa snažiť, aby neboli na ňom žiadne obmedzenia. Mosty v Košickom samosprávnom kraji nie sú v najlepšom stave. Počet tých v zlom stave je naozaj vysoký. Podobné je to aj so stavom ciest. Košický samosprávny kraj na tom dlhodobo pracuje, len si treba uvedomiť, že máme vyše 400 mostov, ktoré treba urgentne opravovať, 400 zo 660, čiže sú to takmer 2/3. Len tieto mosty, ich oprava a rekonštrukcia bude stať 1 miliardu eur. Zároveň máme ďalších 400 kilometrov ciest, ktoré treba opravovať aj s podložím, čo ďalšia 0,5 miliardy eur. Čiže pri našom 350 miliónovom rozpočte máme v podstate len na mostoch a cestách investičný dlh za 1,5 miliardy v súčasných cenách a tá suma v podstate rastie, čiže tu musí prísť k systémovej zmene financovania samospráv a nie ich osekávať, ale jednoducho treba pridávať peniaze do samospráv, keďže tie mosty a cesty jednoducho už sa to naozaj kopí a my potom takto v podstate na poslednú chvíľu len hasíme to, čo najviac horí. Vo vyspelých krajinách je situácia s financovaním často neporovnateľne lepšia. Na Slovensku samosprávy majú okolo 16% z financií, z verejných financií, kdežto napríklad v Dánsku, kde tie samosprávy majú rovnaký podiel kompetencií oproti štátu, majú podiel z celkových verejných financií až 70%. Ak by sme dlhodobo mali takéto financovanie, ľudia by si aj nevšimli, že nejaký most je pokazený, keďže by sa opravovali priebežne a vlastne k takýmto situáciám by ani nedochádzalo. Čiže na záver ja len naozaj ďakujem za trpezlivosť všetkým vodičom. Je nám to ľuto, ale robíme, čo sa dá v rámci možností, ktoré máme. Kovács Tamást a környékünkön sokan jól ismerik. Utazásairól legutóbb bő egy éve adtunk hírt. Tamás azóta ismét Afrikában kalandozott, ezúttal azonban nem volt egyedül. Második alkalommal vett részt a népszerű Budapest-Bamako rallyn, amely teljes hossza idén 8276 kilométer volt. Benne maradtam a Facebookon egy bamakós csoportban, ahol felugrott egy eladott nevezésnek a lehetősége, ezt meg lehetett venni. Nem kellett már semmilyen adminisztratív dolgot oldani körülötte, és az előző afrikai előadásom után gyerekkori barátom Danko Pityu rámért, hogy legközelebb egy ilyen kalandba ő is benne lenne. Ezt a kettőt ösztöztük. A Budapest-Bamako rally keretén belül többféle kategória is van. Van a 4x4-es verseny, ez adja az esemény gerincét, emellett van egy 4x4-es túra kategória, a verseny útvonalán mennek végig ezek az autók is, de nem pontgyűjtéses, illetve nem időméréses rendszerben, és van egy spirit túra kategória, ez azt jelenti, hogy nagyjából a verseny útvonalát kopírozva aszfalt, illetve murvás földes utakon lehet együtt haladni a mezőnnyel. Mi ebben a harmadikban indultunk. Több mint 300 autó indult az első futamon, ez volt az első olyan Bamako a 2024-es, hogy két futamot kellett indítani a nagy érdeklődésre való tekintettel, és ebben a 300 autóban közel 1000 ember ült. A mezőny január 26-án rajtolt. Az első szakasz Magyarország fővárosától egészen Marokkó egykori fővárosáig, Fezig tartott.
Az európai szakasz a Budapest-Bamakon egy úgynevezett szuperrali, elstartol Budapesttől a mezőny, és utána 2-3 napig senkivel nem törődnek, érjen le az afrikai úgymond fő rajthoz. Ez ezében Fezben volt, ez a szakasz is, ez a szuperrali is 3500 km hosszú. A legfőbb érdekesség az volt talán, hogy az autónak se fűtése, se klímája, se rádiója nem volt, úgyhogy az első napon bizony kartonpapír alatt, a talpunk alatt és pokrócokba becsavarva vezettük végig Olaszországig a szakaszt. Afrika poros volt, izzasztó volt, de egyébként minden különlegesebb időjárási körülményt megúsztunk. A második mezőny, ott, ahol mi végtelenül napsütésbe autókázhattunk Nyugat-Szárában és Mauritániában, nekik homokvihár jutott, több napon áttartó. Danko István, Tamás utitársa elárulta nekünk, miért döntött úgy, hogy belevág egy ilyen életre szóló kaland. Tomi inspirált nem csak ezzel a relis útjával, ami a Bamakót illeti 2016-ban, de viszont tetszettek nekem ezek a kalandos útjai. Afrikában először voltam, és igazából ilyen videókból az ember látja meg a tévében is, hogy egy picit más világ. Nagyon szép, de vannak bizonyos különbségek az európai meg az Afrika éles stílus közt. És hát elvileg teljesen nem tudtam, mibe megyek bele, de viszont azzal, hogy szeretem a kihívásokat, úgyhogy nem láttam gondot abban, hogy részt vegyek egy ilyen afrikai kalandban. Hát ami így meglepett, Az lenne, hogy mivel fehérbőrűek vagyunk, akkor nagyon érdekes alanyok vagyunk Afrikában. Ez többnyire erősödik, ahogy délfelé haladunk, úgyhogy Marokkó után Dél-Szahara, Mauritánia. Egyszóval fokozódott ez az érzés, hogy nagyon attraktívak vagyunk az ottani benszülötteknek. Az autó, amelyben a két kalandor több mint 20 napon keresztül együtt utazott, nagyon különleges volt. A hátsó része egy alvóhelyé volt alakítva. Az autó egy családi Opel Zafira lett, a Tomi barátunk autója. Ő készítette elő erre az útra. Elvileg az első két ülésen tudtunk operálni. Az autó bírta a strapát, elvileg nem volt semmilyen műszaki problémánk, se defekt, sem egyéb más. Felváltva vezettünk, úgy oldottuk meg, hogy egy komplett napot vezetett az adott sofőr. Danko István az úton több mint 3000 képet készített. Tervben van, hogy létrehoz egy válogatást, amelyet szívesen ki is állítana. Mivel szabadidőmmel szeretek fotózni, így hát ez a szerep, a fotó szerepe ezen az úton engem illetett nagyobb mértékben. Így kezdtem ezeket a pillanatokat megörökíteni. Másoknak is el tudom képzelni, hogy kiállítanánk egy pár képet, és így hanem is aktívan, de egy passzívan részt vethetnének ezen az úton. Május 15-én a Csemadok Szepsi alapszervezete rendezésében sor kerül egy izgalmas élménybeszámolóra, melyen élőben is hallhatnak Tamás és István kalandozásairól.